Legalább 6-an meghaltak és 11-en megsérültek, amikor 2 bomba robbant Afganisztánban egy kabuli fiúiskolánál. A helyi rendőrség közlése szerint a támadást házilag készített robbanó szerkezettel követték el, a főváros főként Hazarák által lakott negyedében. Szemtanúk szerint a robbanás akkor történt, amikor a diákok kijöttek az épületből a délelőtti tanórák után. Afganisztánban jelentősen csökkent a hasonló merényletek száma, amióta tavaly augusztusban a tálibok átvették a hatalmat az amerikai hadsereg kivonulását követően. De előfordult azóta is néhány támadás, melyek többségét a magát iszlám államnak nevező terrorszervezet vállalta magára.